mondja az ige, hogy örökkévaló forrás, amely az Istennek a beszéd. Az ember dicsősége elmúlik. Az emberi dolgok minden múlnak, az olyan, mint a virág. Majd gyönyörű szép, holnap kidobja mindenki a tűzre. Az Isten beszédje az az, hogy a halhatatlan forrás, és ez itt van bennünk. És az örökké megmaradt, azt mondja az újfelítás, mindig érvényes. Tudod, mi a jó az Isten beszédében? Mindig érvényes. Te helyzetedre gondolsz, akkor jusson eszedbe, azt mondja az Isten beszéde, mindig érvényes. És ehhez kiszabadít valami földiből. Kiszabadít abból, ami felett nincs hatalmad. Kiszabadít azokból a korlátokból, ami téged beszorít. Kiszabadít azokból az érzésekből, azokból a gondolatokból, ami behatárol. Kiszabadít egy örökségből, amit cipelsz a hátadon már évek óta. Beszélgettünk, és néztem szembené betegeknek az életét. Szinte minden esetben egy ilyen gyerekkori hozzátartozónak az elvesztése, vagy egy válás volt az, amely ezt mind kiváltotta. És amíg ettől nem tud megszabadulni, akárhogy erőködnek, míg ott nem tudta ezt a dolgot feldolgozni, ott van ez az örökség. És akármit teszel, csak a tüneteket tudod kezelni, tudod? Csak erőködik az ember, és el tudod élni, hogy valamennyi ideig kiszabadulj ettől. De nem vagy szabad, csak kicsit tünetet mentesítettük a dolgot. Vagy bemész a kenézibe, és akkor a tablettákkal elnyomják az érzéseket. Igaz, ez így van? Vagy egyébként ne gondolj rá, de az nem jelent megoldást. Egyszerűen érzed, hogy ott van egy hatalom a fejed fölött. De jön Istennek az igéje. Jön Istennek a szellem, az újjászületés is. Lehetőséged van a szabadságra. Te döntésed. És mi? Az életünk döntéseknek a sorozata. Az életünk döntéseknek a sorozata. Minden pillanatban döntünk. És rájöttem valamire. Én döntök, és ez az én hatalmamban van, hogy mit döntök. De a döntésem következménye már nincsen hatalmamban. Értitek? A döntés mindig az én hatalmamban, hogy mit döntök. De a következménye sohasem. Azt viselni kell. A Biblia ezt a vetést és aratás törvényének hívja. Ma évfélkor pont beugrott ez az új kijelentés számomra, olyan boldog voltam, hogy eszerint az aratás felett soha sincs hatalmunk, ha a bibliai dolgokat nézzük. Soha sincs hatalmunk az aratás felett. De a vetés felett igen. Tehát én döntöm el, hogy mit vetek, de utána, amit vetettem, az kénytelen vagyok arra. De ha jót vetettem, akkor nem kell tennem semmit, a jóra fogom. Értitek? Csak a jó döntést meg kell hozni. Én meghoztam azt a döntést, most, hogy Isten igényére hallgatok, ezt a döntést meghoztam, ahhoz, hogy learassam a békességet a szívem, hogy boldog legyek, nem tettem semmit. Ezt az ige végezte el. Értitek? Ez volt az aratása. Előtte emberi döntéseket hoztam, és learattam mit? Az aggodalmat, a keserűséget, a háborgást a szívembe, a nyugtalanságot, és egyszerűen, mivel ezt a döntést vetettem, emberi módon próbáltam megoldani, egyszerűen le kellett aratnom. És rájöttem, hogy az aratás felett sosincs hatalmunk. De a vetés felett, igen. És ami felett hatalmunk van, szedjük rendbe a gondolatainkat, és hozzunk egy jó döntést. Amikor az adakozásról van szó, az adakozás is egy vetés és egy döntés. A felett hatalmam van, de az aratás felett nincs. Hogyha én mondjuk 0 forintot dobok be, és annyit vetek, és imádkozok utána, hogy Isten áldjon meg 100-szorosával, aztán fogom maradni, és akkor lesz 100-0 forintom. Mert nem jutottam előre, értitek? Tehát egyszerűen nincs hatalmam fölötte. Mert Isten megáldja azt, amit én döntöttem korábban. De ha nem döntöttem semmit, és ha 100 semmit lesz, attól még nekem az életem nem lesz jobb. De a döntés minden egyes pillanatban az én kezemben van. És utána az aratás majd Isten elvégzi. És tudjátok, Isten megszabadít minket egy haladó élettől, az örökségtől. Mindazzal, amit lehet éveken keresztül ott cipeltél. Mindentől attól a tehertől. És tudjátok, az alma nem esik messze valóban a fájától. De mi, akik újjászülettünk, mi az élet fájához esünk közel. És annak a gyümölcsét tudja megteremni a mi életünk. Ezért a következő dolog, hogy ezért hirdessük az evangéliumot minden embernek, hogy van számodra is lehetőség. Meg tudsz szabadulni az örökségettől, le tudod venni mindazt, ahogy születtél, ahogy felnőttél, ami eddig történt veled, a múltadat, meg tudsz szabadulni. Isten egy újat akar, újat tud adni. És ahogy megosztod, úgy tud ez benned növekedni. Ahogy megosztod, úgy tud növekedni. Ezzel szeretnének ezzel az igével bátorítani titeket. Ezt már az eredeti fordításból, Zoli bácsi, nyugodt, köszönöm, fogom felolvasni. Még a Károlyból, igen.
És ez egy kijelentés, úgy gondolom, én annak vettem, a jövőre vonatkozóan, és Elizeusról lesz szó, Pirenc Orán Zoli bácsi elkezdte, nagyon szeretem, szinte ugyanaz a gondolatmenet. Kettő királyok, 4, 3, 4 utat, 7. Tehát ez egy jó sztori. Egy özvegy asszonyról. Kettő királyok, 4, 3-as verstől. Elizeus mondta az özvegy asszonynak, aki éppen nagyon nehéz helyzetben volt, egy gazdasági válság közepén, és nem volt semmije sem. Azt mondta, Isten embere ennek az asszonynak. 3-as verset olvasom. Menj, kérj ott kint minden te szomszédodtól üres erényeket, de ne keveset. Ez jó, igen. Kérd, de ne keveset. És menj be, zárkózzá be magad és a fiaddal, és tölts az olajból minden edénybe, és a tele edényt állíts félre. És elment ő tőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltött az edényeket, mondta az ő fiának, hozz ide még egy edényt, felelt az, nincs több edény. És akkor megállt az olaj. És elment, és elmondta ezt Isten emberének, azt pedig mondta, menj el, add el az olajat, és fizess ki a számláidat. Te pedig és a te fiaid, éljetek a maradékából. Amen. Azt mondta Isten embere az asszonynak, kérjél, de ne keveset. Kérjél Istentől, de nehogy keveset kérjél. És azt mondja, ahány üres korsót hoztok, annyi olaj jön a mennyből. Ahány üres edény lesz, annyi jön a mennyből. És ha már tele a gyülekezetnek minden edény, akkor menjetek a szomszédokhoz, menjetek az emberekhez, és hozzátok az üres edényeket, és ahányat elhívtok, annyi olajat kaptok a mennyből. Értitek, igaz, miről van szó? Amikor evangelizálunk, és amikor meghívjuk az embereket, akkor azt mondjuk, hogy Isten kegyelme árad a mennyből. Téged is meg tud váltani, téged is meg tud szabadítani, és amíg hozunk üres edényeket, addig jön az olaj a mennyből. Hát nem csodálatos ez? És azt mondja, kérjél ilyet, de ne keveset kérjél, amennyit csak van, amennyit csak el tudsz hívni, ahány szomszédodban, ahány ismerősödben, hívjad, mert valami soda fog történni köztetek. Valami nagy dolgot akarok tenni, valami árad a mennyből. Istennek ez az örökéből a forrása. Ott megfakadt a mennyből, és mint egy folyó átfolyik a mi városunkon. És azt mondja, kérjél, de ne keveset. Kérjél, de ne keveset. Hol szólj a szomszédainak. Hogy valami csoda történik, valami jó dolog történik közöttünk. Tudod, ezt mondom neked, ezt hirdetem nektek ma. Valami jó dolog történik közöttünk. Valami elindult a mennyből. Istennek egy új kegyelme. Elindult. Én hiszem azt, hogy azokat a napokat éljük. Előtte már megtörtént a nyomorúságos időszak. Igaz, amikor már úgy érzed, hogy az utolsó kis pici, kis deka olajad van, vagy deciliter olajad van, meg az utolsó deka lisztet, mert már minden elfogyott, mert már nagyon nehéz minden, mert sokáig nem változott semmi. De egyszer azt mondja Isten embere, na most, amikor már úgy érzed, hogy mindennek vége, amikor az erőd végére értél, fordulj oda Istenhez, örökkévaló forrásunk van a mennyből. Kiabadhatatlan, halhatatlan forrásunk van. Kérjetek, de ne keveset, szóljatok mindenkinek, hogy Isten valami nagyon csodálatosat akar kiárasztani rátok, ránk. Ez fog velünk történni. Kérjél, de ne keveset, és amíg csak hoztok üres edényt. Addig öntöm az olajat. Ki határozta az áldásnak a mértékét? Mi határozta meg? Az edényeknek a száma, az emberek, amennyit elbírtak viselni, igaz? Amennyire csak szükség volt. És tudjátok, azért gondoltam, hogy hiszem az egy proféta üzenet, ami számunkra mi történt utána? Áradt Istennek a kegyelme, és egyszer csak eladták az olajat, jött a kegyelem, és folyamatosan elkezdtek megszűnni az ő hiteleiktől. És egy ilyen kis fizikális áldás is a végére, hogy valami megtörtént, valami megtört, valami régi örökség. Ez is egy örökség rajtunk, nem? Ez a hitel, ez a gondolkodásmód, mindaz, ami anyagilag egy teher van rajtunk. A 40 év öröksége is, az egész magyar nemzeten, igaz, hogy rajtunk van? Rajtunk van. És azt mondja Isten, hogy elküldöm a mennyből az én olajamat. És ettől az örökségtől, mint népet meg akarok titeket szabadítani. Amíg csak van edényt, kérjetek, de ne keveset. 9 órán hallottuk, Elizeusnak azt mondta Illés, nem könnyűt kértél. Nem könnyűt kértél, kettős mértéket kértél. De ha meglátod, meg lesz. És Isten szereti ezt a hozzáállást. Kérjél, de ne keveset, és meg fog törni. Hiszem azt, hogy Istennek egy új kerete indult el.
emberek fognak megtérni. Hiszem azt, hogy a kegyelmét elkezdi kiárasztani a mi városunkra. És ennek még meg fogjuk amit egész életünkben látni, érzelmileg, gyógyulásokban, és még anyagilag is, és a hitelek eltűnésében, és a számlák kifizetésében ennek az áldását. Mert egyszerűen az olaj folyni fog, és elönt mindent. Gyertek, álljunk fel, imádkozunk, menjünk az Úr elé. Istennek a népe az ő családja. A mennybe kiöntötték az halhatatlan forrás ránk. Szeretnétek elmenni a halhatatlan forráshoz? Szeretnétek elmenni? Van a Földön egy olyan hely, hogy a halhatatlanság forrása. Hát ott vagy. Ez a jó hír van. Ott vagyunk. És kérheted Istent, hogy árasszon el. Uram, itt állok előtted. Köszönjük a mi üdvösségünket. Köszönjük a kiabhatatlan forrást. És most először is megállunk, rendbeszedjük a mi gondolatainkat. Imádkozom azért, akik örökségeket cipeltek eddig az életükben. És nem tudták, hogy megszabadulhatnak. És sok mindent megpróbáltak eddig. És emiatt károsztattak is sok mindenkit. Emiatt békétlenek voltak. Emiatt rendezetlen volt az életük. Uram, ma a megváltásnak a napja van. Amikor kihirdetjük, hogy megszabadultunk az atyáinktól örökölt élettől, az emberi dolgoktól, a halandótól. Imádkozom azért, Uram, hogy szívek gyógyulnak ma be. Akik valamikor sebeket kaptak, és annak az örökségét és terhét cipelték eddig, és emiatt éltek úgy, ahogy, és ez tönkretette a kapcsolatukat. Uram, tudom, hogy meg tudsz ettől az örökségtől szabadítani. Úgy érzem, van itt olyan, aki anyagi örökséget örökölt, de valami negatívat, valami hiteleket, olyan dolgokat kaptál, amiről te nem tehetsz, és ott van rajtad. Vagy talán tehetsz róla, te hoztál valamikor egy régi gondolkodásmód szerint egy rossz döntést. Imádkozom azért, hogy szabaduljunk fel, hogy ne korlátozzon ez a múlt bennünket többé. Uram, ha valaki úgy érzi, hogy ő egy olyan örökséget kapott, ami nagyon rossz az életben, rossz körülmények közé született, rossz helyzetben, sok minden nem kapott meg, nem iskolázták, nem nevelték, mulandó dolgokban hitt eddig is, azt kapta örökségként. Uram, imádkozom azért, hogy a szellemet áradjunk ki, mint valami új olaj, és egy új felismerésre érjünk, hogy megszabadultunk a halandó örökségtől, a hiába valótól, amely elmúlik, és egy kiabhatatlan, halhatatlan forrás részesei lehetünk. És törjön meg most minden emberi, és köszönöm, megszabadultunk. Uram, emberek vannak itt, akik úgy érzik, hogy be van határolva az életük, és eddig nem tudtak dolgoktól megszabadulni, ami az ő örökségük. Kihirdetjük a Jézus nevében, hogy a kegyelem által mindez át tud törni. Ott van bennünk az Istennek a szava, amely áttöri ezeket a falakat. Imádkozom azért, Uram, hogy ma falakon olyanak össze. Új felismerésre térjünk. Embereknek új öröm legyen az arcukon és a szívükben. Szabadságot szólunk a Jézus nevében. Imádkozom azokért, akik úgy érzik magukat, mint az özvegyasszony, hogy az utolsókat élik fel. Az erőtartalékaikat, hogy lelkünknek már nincs több reménysége, hogy annyi csak a teher rajtuk, hogy nem tudják, mi lesz holnap. És itt van az a pont, amiről azt mondja Istennek a szava, kérde ne keveset, hozd az üres edényeket. Az üres edény a te életed, a te szíved, a te kéréseid, amit elvész viselni. Menjünk Istenhez, hogy Uram, árazd ránk a te kenetedet. Árazd ránk, Uram, hozzunk eléd az edényeket. Uram, helyzetek vannak előttünk, amiket nem tudunk megoldani. És köszönöm, hogy van egy kiabhatatlan forrásunk. És itt vagyunk a forrásnál, Uram. A kenetnél, hogy öntsen a mennyből a te olajodat. És érkezik erre a gyülekezetre. Ezekben a napokban egy új kenet. És köszönöm, Uram, hogy ez nem csak ránk vonatkozik, hanem akire most gondolunk, a szomszédainkra, szeretteinkre, rokonainkra, barátainkra, osztálytársainkra, kollégáinkra.
Uram, áraz meg a te népedet ezzel az új hittel, új kerettel, új reménységgel, hogy aztán ezt hirdessük, hogy valami csoda történik közöttünk. Hogy mi csak töltögessük és töltögessük, ami jön a mennyből. Úgy érzem, hogy Isten nagyon sok borsót ma fel akar tölteni, amely talán félig volt, negyed, vagy talán 10%-ban volt tele. Kiüresedett az életed, és olyan vagy, mint egy üres borsó. Meg kell mondani, hogy csak hogy gyertek fel, hogy imádjuk az Istent. Isten akar rád árasztani valami újat. És minden te helyzetedet Istenhez. Egyszerűen olvasd az igét, és kérd Istentől, hogy az ige adjon választ a te aktuális helyzetedre. Te döntsél az Isten szava mellett, és az Isten szava meg mindent el fog végezni, hidd el, mert egy örökkévaló, kiavathatatlan, halhatatlan forrás, amely belőled fel fog fakadni. Elmosd mindent, Uram, árazd a kenetedet. Gyertek, kezdjük el közben dicsérni az Urat. Menjünk az Úr elé, hozzuk elé önmagunkat, hogy öntsön tele az ő kegyelmével, az ő örökségével. És ma átveheted a mennyei örökségedet, ha még nem tetted meg. Hadd áradjon Istennek a kegyelme. Köszönöm Istenem, hogy kiárasztod. Hadd áradjon ez a mennyei folyó. Gyertek, dicsérjük az Urat.